Új tankönyvekből tanulhatnak a közgazdász hallgatók. Pricing, the New Frontier, vagyis árak az új határterület, és értékteremtés 4.0 címmel jelentek meg. Reketje Gábor, a Pécsi Közgazdaságtudományi Kar emeritus professzorának legújabb angol és magyar nyelvű kötetei. Először egy kicsit közelebb kerüljünk munkásságához eddigi pályája során, mely szakterületekkel foglalkozott közgazdászként. Dolgoztam a gyakorlatban 15-17 évet többit pedig oktatással töltöttem. Na most a gyakorlat az azt jelenti, hogy dolgoztam egy iparvállalatnál, értékesítési osztályvezetőként, nagy iparvállalatnál itt Pécset, aztán egy nagy külkereskedelmi vállalatnál vezérigazgató helyettes voltam. És utána öt évet Tókióban dolgoztam, ahol a magyar kereskedelmi kirendeltség vezetője voltam oktatóként mi volt az a szemlélet, amit mindig is át szeretett volna adni a hallgatóknak? Sok minden. Először is az, hogy eredményt elérni csak munkával lehet. Kemény munkával. A másik pedig, ami az én arszpoétikám volt mindig, hogy gyakorlatorientált oktatást. Tehát nem pusztán elméleteket, hanem azt, hogy hogyan lehet ezeket a módszereket, főleg a mit szakmánkban, a marketingben, gyakorlatban is alkalmazni. Ezt igyekszem az órákon is előtérbe helyezni, és a könyveimben is. Publikációs tevékenységét mely témák, kérdések határozták meg? A marketingen belül az én kutatási, és oktatási, és hát publikáló területem az elsősorban a termékekhez, az árakhoz, az vevőértékhez, és ilyenekhez kötődik. Ezen belül milyen kutatási kérdések foglalkoztatják? Tulajdonképpen az árakkal kapcsolatos kutatási kérdések: hogyan észlelik a vevők az árakat, hogyan dolgozzák fel, hogyan értékelik, ugyanez a termékekre vonatkozóan. Aztán foglalkoztam persze a vevői elégedettség kérdéseivel is. Hosszú ideig kutatási téma volt az, hogy Mennyire elégedettek a vebők bizonyos szolgáltatásokkal vagy termékekkel, mit kell tenni, hogy még elégedettebbek legyenek, és így tovább. Milyen kérdésekre válaszol legújabb angol nyelvű árakról szóló könyve? 21 évvel ezelőtt felkértek, hogy írjak egy könyvet az árakról. Akkor még nem nagyon foglalkoztam a mélyen az árakkal, és elég sokat dolgoztam, és megírtam ezt a könyvet, ami 1999-ben jelent meg és utána többször kiadták, négyszer Magyarországon, és mindig eszembe jutott, hogy milyen jó lenne ezt egy idegen nyelven, pontosabban angolul kiadni. Ugye, ha összehasonlítjuk a magyar nyelvű piacot az angol nyelvű piaccal, akkor hihetetlen aránytalanság található, hiszen a magyar nyelvet a világon körülbelül 13 millió ember beszéli, az angol pedig körülbelül 330 millió embernek az anyanyelve, és 110 országban tudnak angolul, és amellett még egy és milliárd ember tanul angolul, és a tudomány nyelve az angol. Tehát mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lenne egy ilyen nagy piacon megjelenni, és ott megméretetni magamat. Lefordítottam a könyvemnek a tartalomjegyzékét angolra, és elküldtem egyik angol professzor barátomnak. Ez évekkel ezelőtt volt. És két évvel ezelőtt felhívott, hogy most jutott odáig, hogy elolvassa, mint amilyen öt év eltelt, ezt, és azt mondta, hogy ebből lehetne egy csodás könyvet csinálni. És akkor belevágtunk. És így született meg ez a könyv, ami tulajdonképpen egy menedzsereknek és menedzsmentet tanuló hallgatóknak való könyv. Miről szól az értékteremtéssel foglalkozó új műve? Na, ugye az értékteremtés 4.0 a címe, ez az akadémiai kiadónál jelent meg. Ez azzal foglalkozik, hogy miképpen lehet termékeket és szolgáltatásokat a vevők számára értékké formálni, akár a termelők részéről, akár a közvetítők vagy kereskedők részéről. Miért pont 4.0 a címe? az is azért egy érdekes történet, mert ennek vannak szubjektív és objektív oldalai. A szubjektív az, hogy ez a negyedik könyvem, ami az értékteremtéssel foglalkozik. Az objektív oldala az, hogy a mai világot, vagy a világnak a mai korszakát a közgazdaságban úgy hívják, hogy a negyedik ipari forradalom. A negyedik ipari forradalom, amit a digitalizáció jellemez, ami megváltoztat mindent, paradigmaváltás a termelésben, paradigmaváltás az értéknek az értékelésében, a fogyasztói megítélésben, és a címben is ki akartam fejezni ezt a hihetetlen érdekes új korszakot, ami tele van kihívásokkal az egész társadalomra, minden emberre, kihívásokkal és hatalmas lehetőségekkel egyszerre. Ajánlom a könyvet a vállalti szakembereknek, és a felsőoktatásban hallgatóknak. Köszönjük a beszélgetést, és gratulálunk a könyvekhez. Köszönöm szépen.